Hú, az a hanyat is szerődni. És nem várja meg a videót, nézd meg, hogy elkezdjük. De komoly! Nézd meg, hallod? A mini gyerekek nyomják a rendes biciklivel a pályán. Jól is teszik. Mi? Mini BMX-el fogunk a mai videóban a pályán flangálni össze-vissza. Nagyon nagy érdemi változás nem történt a pump track-en, de szépen-szépen lassan haladunk, sajnos az időjárás közbe szól néha. Azért ahogy látjátok, most a pálya körül minden tiszta sár, szóval nem a legjobb a helyzetünk, de mindenképpen szeretünk volna egy mini BMX-es videót felvenni itt a pump track-en. Többen kérdeztétek kommentbe egyébként a legelső videónál, amikor a pump track-et bemutattuk, hogy ki építette, hogyan készült ez el. Ezt a pályát tartomék építették a pumptrack.de-nek a magyar képviseletében. Közösen terveztük meg, és azért lett ennyire patika. Tényleg olyan minőségben csinálták meg, hogy hallod, simogatni lehet, mint a baba popsi. Olyan szép lett. Ha érdekelt titeket ilyen pálya, vagy esetleg a városodoknak az önkormányzatát, akkor én Tomékat tudom ajánlani, mert tényleg ők a legprofibbak Magyarországon. Na, szóval, kezdjük is! Kérdeztem az előző videóban, hogy mi az az eszköz, amit szeretnétek látni, hogy megversenyeztetjük itt a pályán. Legtöbben a mini BMX-et írtátok, és hát ennek örömére el is hoztuk a két mini, ott is van a két mini BMX-et, viszont ahhoz, hogy össze tudjuk hasonlítani valamivel, kellene menni egy lighty kört normál BMX-el. Szóval Máté egy kicsit most sérült a lába, ezért ő fogja prezentálni ezt a Lighty-kört! Kvalifikációt! A kvalifikációs időmérő szakaszt meg fogja nekünk mutatni a mai nap folyamán Máté Rózsa, egyenesen a Yamaha igazolt versenyzője. Factory Yamahával megmutatja nekünk, mérjük az időt. Hozni fogok amúgy egy táblát, esküszöm, felírunk majd időket, és akkor helyezgetjük, hogy melyik eszközzel milyen időt mentünk. Kitartja a világcsúcsot, pályarekordot. Mindenfélére van itt lehetőség. Na, elmondom, hogy hogy lesz. Innen indulunk el, ez lesz a pont, ahonnan elindul az óra. Itt ez a vonal, amit láttok. Még nincs vonal, mivel még nincs kész a pálya, de majd lesz. Szóval innen indul a szakasz, amint áthaladsz, elindul egy kör, menni kell szépen egy fullos kört, és akkor állítjuk meg, amikor újra átléped ezt a vonalat. Készen állsz? Onnan, ahol eddig. Hát indulhatsz onnan is akár, de innen felülről is, és akkor szerzel lendületet, ahogy szeretnéd. Ugye, Jancsi? Igen. Megy. Na figyeljetek. Ja, várjál, nem mérem az időt. Várjátok. Jó, most már készen állok, most már a időmérésére is alkalmas vagyok. Ott vagyok, sziasztok. Mehetsz. Egyszerre két eszközt indítani. Lájtosba, szépen, indulás! Elindultunk, ott megy az óra is. Nagyon pumpál, lájtos pumpálás dönti azért a kanyart. Mégsem hoz szégyent itt a normál méretű BMX-esek társaságára. És nem a jumpline-t választja, hanem a pumpát mellette. Nagyon jön! Leállítás! 21-26! Igazából... 1-15! Az nagyon gyors, nem? 21-26, ez egy ilyen lájtos kör. Ez egyszer legalábbis volt. Mit mondasz, mini BMX-el mennyit lehet menni itt? 100, szerintem 30 valamennyit. Szerintem az igen, szóval azt mondod, hogy a pályacsúcsot még te fogod tartani egészen sokáig. Főleg, amíg ilyen rossz idő van, addig biztos. Meg amíg ilyen rossz a lábom. Indulás, és elindult a kör, hát micsoda száguldozást láttunk. Gyere, pumpálj, kicsi! Dossu! Jó, akkor tekerünk, mindegy, ez van. Ez nagyon gyenge eddig. Lassú! Szerintem nem 30 lesz, hallod? Hát, sokkal rosszabb lesz. Ott van közben, Nézők. Nézők közönség. Gyere, ez kevés lesz ide. Ez szerintem a combod meghal. 24-45. Az amúgy csak 3 másodperc. Rózsa, akkor jó rosszabb mentél. Hát az jó. Ja. Akkor de ez csak egy ilyen lájtos BMX-es kör volt. Na ez jó. Sérült lájtos. Ja, persze. De most jövök én. Most jövök én. Jó, hallod. Miért nem te mutattad be? 24. Na jó, akkor most ki jön? 45. Én. Ki? Okay. Jövök. Miki. Jövök. Tessék. Add ide a biciklim. Kérem a kempingem. Készen állt? Közben itt jönnek izé rossz. Jó, hallod, itt közben megy a melegítő. Egy ember a pályán. Na, készen álltok? Mennyit mentél?
23, 24, 45. 24-et ment, ja. 24-45. BMX-el mentem 21-et. Hú, de kérjük a téteket. Kicsi a tét, a kedvem sötét. Így is sötét vagy, na figyeljetek! Úgy csak ettől félik, hogy lefogtad. Na, Patrik, mérj az időt? Innestől indítom? Ja, innen, ahogy átmegy. Hú, hogy jön? Hú, de jön! Hú! Hú, a sok! Emberek! Ez nagyon gyors lesz, ez nagyon gyors lesz. Figyelj. Ott veszted 3 másodpercet. Jézusom! Hát, hogy ugrál? Köszönöm. Figyelj! Most fogok közelíteni. Mennyi lett? 1 másodpercet gyorsan, mint Patriké. 1 másodpercet odavertem a gyerekre. Az nagyon sok amúgy. Jó, az azért volt, még megmutattam, hogy hogy kell csinálni, és wow! Ezt az egészet. Egy másodperc. Ez azért volt, mert én megmutattam, hogy kell csinálni, és ő tovább fejlesztette egyébként. Figyelj, nézd Szabi. Majom, köszönjük. Majom a pipa. Jegyezd meg ezt a időt, ennél kell. 23.51. Ja, az jó. De még csak 14.59 van. Mindjárt éjfél. És viszont kívülök egy Veszprém kihívásra. Itt? Itt ezen. 3-60 kihívás. Valaki? Hozd a saját kerékpár, de ezzel én kerékpárzok. Tudod, milyen rossz érzéseim voltak? Ezzel nagyon jó volt. Kicsúszok a kanyarba. Fárasztó ezzel? Nem tudsz vele pumpálni, mert kicsik a kerekek. Hát meglapos. Hallod, ki vagyok? Ki vagyok? Máté! Ide ugratok neked egy trükköt, jó? Ugvár a karim, mert a sok. Nem szóltózatok. Ez szegény. Kerékpározás. Nem szóltó. Szabi, addig fog meg a bicom. Mit akarsz? Jövök. Mamma mia! Ja! Á, most az... Ez amúgy látható, nézd meg, jön Szabolcs! Jaj! Amúgy mi volt a baj? Hátra dőltél! Azt hittem, hogy ki fogok akadni. Csodálatos! Elképesztő! Csodálatos volt! Egy újabb... Felelősségteljes ötlet találtam elő most. Arra gondoltam, hogy ez így, hogy most menjünk körbe-körbe, oké, tök jó, persze. De mi lenne, ha egymás mellett mennénk? Ott van Patrik, onnan kéne indulni, vagy honnan induljunk el? Hát szerintem úgy... Ez nagyon veszélyes lesz, ilyet soha ne csináljatok pump track-en. Ez a második pump track-es videónk, és már olyan dolgot csinálunk, amit nem szabad. Szabad ilyet csinálni? Miért? Igen. Na, honnan indulunk? Legyek már én ezzel. Nem, ez az enyém. Rá van írva a nevem. Igen, hát valahol be kell tenni féktávon. Szerencsére fékünk nincsen, szóval okosan kell megoldani. Gyere Patrik, honnan induljunk? Innen induljunk? Ez nem is visszafele számolt. Persze, laposabb a gumia. A DRS megnyitotta. Jön az egyenes! Oh! Hát nem véletlenül én mentem a jobb időt amúgy meg. Amint látható, ez pont egy 1 másodperces különbség. Ezt meg is nyertem, köszönöm. Ez nagyon sima volt, hát. Bárcsak nehezebb lett volna egy fokkal, mi? Vigyázz! Jövök! Mondtam, hogy vigyázz, ember. Jó volt, szép volt. Köszönjük szépen, reméljük tetszett, írjátok le kommentben, hogy miért aki köszön. Rám szavazott, az bocs. Nemcink, aki rám, azt kösz. A Box utcában rosszul tették össze a biciklit, és volt a kerék kicsit. Mindig a Box utcában hibáznak, persze. Szóval, ez volt a Pantrekes BMX-es mini videó. Mini BMX-es Pantrekes. Pont fordítva mondtam már. Mini BMX mini videó. És, igen. Írjátok le kommentbe, hogy milyen eszközzel próbáljuk még ki, mit építsünk, milyen hibridet, esetleg egymás hátára felugorva fussunk végig a pump track pályán. Nem tudom, szóval kommentelj. Labdát vezetve. Labdavezetéssel. Kézen állva. Szóval sziasztok, a következő videóban találkozunk. Császtok! Azt figyeld. Oh!
felelősség.